Molnár Mátyás vagyok, 22 éves, extrém sportoló és innovatív tartalomgyártó. A világutazásban és a nem mindennapi szituációkban gyűjtöm az inspirációt a kisfilmjeimhez, amelyeket minél kreatívabb technikai újításokkal igyekszem eljutatni a nézőkhöz, ezzel őket is motiválva az új dolgok felfedezésére. Nekem nincs különleges tehetségem, csak kitartó vagyok. Ha valamint szenvedéllyel és időt nem sajnálva ügyködik valaki, akkor garantált a célok elérése. Olyan dolgot érdemes keresni, amit tényleg szívből csinál az ember, akár fizetség nélkül is. Ezek lesznek később értékesek, és mások számára is hasznosíthatóak. Én a videókészítésben találtam meg ezt a folyton megújuló örömet és szenvedélyt. Olyan szemszögekben megmutatni témákat, átadni történeteket és hangulatokat, ahogyan még más nem látta. Olyan technikával vlogolni, ami eddig még nem volt jelen a platformon. Olyan kalandokat megörökíteni, amit eddig még senki nem mert kipróbálni. Folyamatos a körforgás, mindig érkeznek új találmányok, új technikák, új lehetőségek. Ha mi ismerünk ilyeneket alkotni és kihasználni, akkor tudjuk előre vinni magunkat és a társadalmat. Nagy előnnyel indulnak a startupok, mert olyat találnak ki, amit addig még nem látott a világ. Nálunk a FaceTeamnél ez egy akrobatikus mutatványokat a kosárlabdával és a színházzal kombináló egyveleg, amiből teljesen egyedi dolog jött létre. Az opciók határtalanok. Akár minden nap új zsákolásokat találhatunk ki, kreatív labdazsongor mozdulatokat fejleszthetünk. Ez sok-sok óra kísérletezés és gyakorlás követi, de végül mindig megéri. Így lettek Guinness rekordjaink és így járhattuk körbe a világot fellépéseinkkel. A sport és az utazások megtanítottak arra, hogy érdemes egy kis kockázatot vállalni a siker érdekében. Nagyon sokan félnek a bukástól, de csak így lehet olyat alkotni, amit más nem. Eleinte szabad másolni, tanulni a többiektől, aztán ki kell formálni egy saját utat, saját ötletekkel és célokkal. 3-4 éve még én is tartottam az ismeretlentől a vállalkozástól, de aztán minden megváltozott. Ebben is segít az InnoGen programja. Még ha nem is nyer valaki, akkor is egy értékes közösség tagja lehet, és magabiztosságot, inspirációt gyűjthet. Nem kell feltétlen tudós professzor zsenének lenned az innovatív ötletekhez és megvalósításukhoz. Jelentkezz az év felvezető díjra, ahol most te is megmutathatod mindenkinek a kitartásod eredményét, és hogy milyen új ötleteid vannak.